Április 12-e kedv van. A héten azt a kihívást intézem felétek, hogy azt is gyakoroljátok, amit már tudtok. Ma is azzal a kitétellel, hogy nyilván nem az, hogy ugyanazt ugyanúgy ismételgetem, mert annak úgy nem feltétlenül értem, hanem esetleg amit már tudok, azt, azt, sem, azt, sem, hagyom abba rögtön az első alkalommal, amikor sikerül. Egy csomó olyan tudás van az ember életében, mondjuk egy-egy nehezebb pengetés, egy-egy dal, amit, amit mondjuk úgy sajátított el, hogy először nem ment, aztán nem ment olyan jól, kicsit jobban ment, és, és, végül megy. És a csomószor az van, hogy amíg ezen a szamárlétrán föl, fölsétálunk, hogy, hogy eljussunk oda, hogy, hogy, egy dal megy, és egy dal ügyesen megy, amint odaérünk, hogy megy, az első alkalom, ahol megy, abba hagyjuk a gyakorlását, hogy ez már nem kell. És, és én nagyon-nagyon hiszek ezekben a frissítő gyakorlásokban hogy amikor már megy, akkor nem elereszteni, és akkor még jobban elméteni elméteni, begyakorolni. És egyébként lelkileg is egy tök jó élmény, hogy sok küzdelem és sok nem sikerülés után, amikor végre megy, akkor az ember tényleg tegye bele magát, és örüljönnek, hogy de jó, és, és csatolja vissza magának pozitívan azt, hogy de jó, hogy visszanézek, hogy az a sok-sok szenvedés, sok lemondás, sok küzdelem, az mind megérte, és, és most kiélvezem, és én is ebbe is teszek energiát, hogy kicsit hátra nézek, és megnézem, milyen, milyen nagy út áll mögöttem. Úgyhogy ma azt kérem tőletek, hogy, hogy, ma is kerüljön a kezetekbe hangszer, és gyakoroljatok valamit, amit tudtok, és azt mélyítsétek el. Hajrá!